Toronynyitó minifesztivált tartanak május 27-én a kis templomban. A program apropója, hogy megnyitják a nagyközönség előtt a felújított templomtornyot, ahová bárki felsétálhat és onnan nézheti meg Debrecent. A minifesztiválon többek között számos zenei program, kulturális előadás és gyülekezet történeti bemutató várja az érdeklődőket. A programról Sárosi Dánielt, kántor urat, a program főszervezőjét kérdezem, szép estét kívánok. Köszönöm, hogy elfogadtam meghívásunkat. Jó estét kívánok. És hát a nézőktől meg elnézést kérek, hogy tegeződőben fogjuk folytatni, de barátok vagyunk, úgyhogy ezt engedjék meg nekünk. A Dani, hát ez egy egészen különleges dolog. Egy program keretében megújult a kis templom, és különösen figyeltetek arra, hogy legyen olyan attrakció, ami nem csak a gyülekezeti élet iránt érdeklődőket vonza be, hanem azokat is, akik szeretnék megismerni egy picit Debrecen történetét, szeretnék visszamenni az időbe, mondjuk az 1700-as évekbe visszaugrani, hiszen csak gondoljunk a szószékre, 1709-es szám szerepel rajta dátumként. Meg hát van itt is egy olyan torony, amit Csonkatoronynak hívnak, de hát az ábrázolásokon emlékszünk, hogy volt rajta hagymakupola, tehát ezért Csonkatorony, de ha most hátra föl lehet menni, megnyílik, ez évszázadon keresztül nem volt lehetséges. Szóval, mi is fog történni, mi ez a minifesztivál? Nagyon érdekes és nagyon-nagyon fontos ez a nap, ez a dátum számunkra, pontosan azok alapján, elsősorban azok alapján, amiket elmondtál. Tehát egy egész napos rendezvény keretén belül nyitnánk meg a tornyot a nagy közönség számára. Ugye eddig ez a torony csak idézőjelben, tehát szervíztorony, tűzőr torony volt a történelem során, ami nagyon-nagyon fontos, nagy fontossággal bírt. Most először, mint egy turisztikai attrakció, turisztikai látványosság megnyitja kapuit. A 27-e, tehát a heti szombati napunk egy egész napos rendezvényt takar. 10 órakor ünnepélyes toronyzenével, illetve megnyitó ünnepséggel kezdünk, majd utána 4 előadást hallgathatnak meg a hozzánk látogatók. Na, mielőtt tovább megyünk, tehát a toronyzenét álljunk már egész óra. Ez nem jellemző, ilyen aztán még nem volt Debrecenben. Mit is jelent ez a toronyzene? A torony tetejére a Caris Brass részfúvós együttes tagjai fognak elsőként föllépni, akik onnan egy körülbelül negyed órás kis toronyzenével fogják azokat, akik a megnyitóra érkeznek, üdvözölni, köszönteni. Ezt mi már valamelyik este kipróbáltuk, nagyon nagyszerűen lehet hallani, úgyhogy egy nagy élményben lesz részük azoknak, akik eljönnek. Ez azt jelenti, hogy ha ők ott fent fújnak, a részfúvósoknak köszönhetően, hát az nem csak ott fog lokálisan hallatszani, tehát az úgy, ott a hang terjed. Pontosan. Tehát pontosan. Ott a belváros minden pontján lehet majd zenét hallani. Így van, így van. Illetve szintén első alkalommal a révészteret megnyitjuk egy kézműves vásár, egy hagyományos ízek sátraival felszerelt vásár, kézművesek jelenlétével lesz egy ilyen alkalom. Ide is el lehet látogatni, tehát ők közöttük fogják hallani a lent összegyűlők ezt a toronyzenét, majd aztán bemegyünk a templomba, itt lesz a megnyitó, és kezdődnek az előadások, amivel párhuzamosan ezt a kézműves vásárt tekintetik meg. Na, még vissza a kézműves vásárt. Gyakorlatilag új közösségi teret hoztatok létre, szabad ezt mondani? Talán igen. Nem nagyon volt még erre példa, úgyhogy ezt első alkalommal fogjuk megmutatni, hogy ilyen is lehetséges. Belváros határait feszelgetitek. Bent milyen előadások lesznek? 11 órakor Szakás György, református lelkipásztor fogadta el a meghívásomat. Ő az orgonához nagyon-nagyon sokat tett hozzá annak idején. Szakértői testület része is volt. Ő írta, ő kutatta az orgonának a történetét. Erről fog nekünk mesélni egy szűk órában. 12 órakor egy orgona hangversenyre látogathatnak el, amelyen a részfúvósok is részt vesznek, nem csak kint a torony tetején fognak fújni, hanem bent a templom térben, egészen más millió, más műsor, illetve ifjabb Barra Ákos lesz még a partnerem, kamarapartnerem. Ezt követően 2 órakor Veres Dániel múzeumpedagógus, muzeológus előadást tart a templom történetéről, tehát a kis templom építészeti és gyülekezet történeti előadást hallgathatunk meg, illetve Pészalai Emőke lesz még vendégünk, aki pedig a kis templom kincseiről hoz hozzánk egy előadást. Ugye hát a történeti előadás azért is nagyon izgalmas, hiszen olyan történelmi pillanatok kötődnek ide, gondoljunk csak a protestáns pátensről, amikor gyakorlatilag a Habsburg ház a döntését visszavonta, ha úgy tetszik, de hát számos kincset is rejt. Gyülekezet történeti szempontból, hát gondoljunk nem másra, ugye ispotálynak hívják. Így van, így van. A gyülekezet ad, ami arra utal, hogy valamikor a betegellátásban is igen komoly szerepet töltött be a templom. No, de a kincsekről. Milyen kincseket is rejt a templom? Most a legutóbbi templom felújítás során kaptunk egy kis múzeumi területet, amelynek Pészalai Emőke az összeállítója.
itt urasztali terítőket, klenódiumokat, egyéb más úrvacsorai, keresztelői dísztárgyakat, kellékeket találhatunk meg, illetve egy nagyon öreg orgonákból álló kis mini bemutatót is összeállítottunk, 6 országnak a legöregebb hangszerét tekinthetik, illetve hallgathatják meg a képek, képei és története alatt található hangoszlopokon, illetve az ispotályi templom, amelynek a gyülekezetét annak sérülése és lebontása után a kis templom megörökölte, ennek kincsei és tárgyai találhatók még ebben a múzeumban. Na és akkor menjünk vissza, ha a orgonát ennyiszer emlegették. Ugye itt volt egy orgona felújítás, és létrejött a városban egy egészen különleges hangszer. Tudjuk, hogy van jó néhány orgona a városban, tudjuk azt is, hogy vannak versenyorgonák, de ez önmagában egy kuriózum. Mitől? A különlegessége talán abból adódik, hogy visszamentünk az 1881-es átadó időszakába a hangszerrel. Tehát egy olyan restaurálást kapott a hangszer 2018-ban, amely semmi bővítés, semmi fajta modernizálást nem engedett a hangszer belsejébe. Tehát azt az állapotot, azt a hangzást hozta vissza ez a rekonstrukció, ez a felújítás, amelyet Kiszel István annak idején az 1881-es átadással delegált, illetve átadott, ezt ő Svájcból hozta, tehát volt felé egy ilyen kérés, amikor az 1860-as években megnyerte az orgonának az építési pályázatát, hogy menjen el Nyugat-Európában, és egy néhány évig tanulmányozza az ott akkor működő orgonaépítők építési technikáit, különlegességeit, és ezzel felvértezve egyenesen Genfből jött haza, és az ottani Calvin templomnak az orgonáját hozta el hozzánk tulajdonképpen. Játszani milyen rajta? Tehát milyen megélni ezt a hangot? Mondjuk összehasonlítva más orgonákkal, nem mondom ki, melyik templom orgonára gondolok. Neked is, mint aki játszol rajta, más érzés? Abszolút, egészen más. Tehát a mai modernebb hangszereken olyan távolságok, olyan megszokott távolságok és olyan fajta billentéskultúra kell, amit úgy megszok az orgonista, hozzá tud szokni. Ez egy egészen más hangszer. Tehát a régmúlt idők mesterségbeli tudása, a Kiszelnek a technikája, a Kiszelnek a nehezebb billentése, amit a hangszereiből megismerünk, az itt mind jelen van, tehát meg kell szokni a hangszert. Nem egy egyszerű orgonáról van szó. Koncert életben látom, hogy azért itt nem működik az, hogy az orgonista megérkezik a fellépése előtt egy fél órával, és akkor működik rajta az az egyórás műsor, amit ő elképzelt, hanem itt azért ezt rendesen meg kell szokni. Viszont a hangélmény, azt gondolom, hogy mindenkit, ő magát is kárpótolja emiatt a nehézség miatt. És esetleg van olyan is, hogy van, amit ezen érdemesebb eljátszani? Tehát van olyan, amit a műveket úgy válogatod az orgonához? Abszolút. Tehát egyértelműen ez a romantika kora, a francia romantikus hangszín összeállítások és darabok működnek ezen kiemelten. De természetesen Johann Sebastian Bach is nagyszerűen szól rajta. Na hát, sok sikert kívánok hozzá, nagyon sok élmény szerzést és adást kívánok, és hát, hogy minél többen meglátogathassák a templom tornyát. Ugye azt nem mondtuk még el, hogy természetesen a toronyban innentől kezdve bárki felmehet, így aki van. Érdeklődik, így és van. Egy másik perspektívából is láthatja Debrecen belvárosát, illetve hát a Debrecen környezetét. Várunk mindenkit szeretettel. Úgy legyen. Köszönöm. Eddig tartott ma az Esti Közelkép. Köszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra!